Sikeresen befejeztük itt a harmadik világot, a fenomenát, összegyűjtöttünk mindent, amit lehetett itt, úgyhogy folytatjuk az utolsó világgal, ez a Techni. Itt is vagyunk, ez a Techni világ, hát azért utolsó világ ez, mert itt lesznek még trófeák, illetve hát több gyűjteni való, meg az utolsó kulcs, aztán már csak a Willownak van a fővadi szállása, ahol még össze kell gyűjteni majd. Hát négy ilyen drága követ, meg egy relikviát, és hát magával, Willowval versenyeznünk egyet. Na de kezdjük is ebben a videóban, akkor az itteni trófeákat fogom összegyűjteni. Ez az első pálya, az Assembly Lane. Elég sáros itt a hely, hasonlít a Tiny Arena-ra, vagy melyik volt az. Aha, főleg egy ilyen ugrálós. Jó, de szerencsére annyira nem lassulunk le itt, hogy menjünk gyorsan. Így a turbókkal. Oké, jött Coco velünk. És itt versenyzünk a három kör, szokásos. Turbót sikerült összeszednem, nem is használom itt. Elég jó ez a pálya, csak azért a szélére nem szabad kimenni, mert ott lelassít minket. Jó, nézzük mit kapunk. Jó. Nem talált el még éppen az akumaszk működött. Dingo elég ügyesen megy elő. De hova kerültünk? Oké, na ezt az ágyugolyót ellövem. Bum! Ne! Majdnem jó volt pedig. Oké, itt felveszünk néhány bumpát. Mennyi lesz már így? 7? Oké, na itt pedig. Faszta. Ez érdekes, nálunk itt akkor csúszunk valamennyit. Így, 3 boost. Dingo nagyon elment, de már legyőzte Coco. De eddig tartott a győzés, na egy kör már meg volt, elég hosszú az a pálya. De tényleg változatos is. Na jó, menjünk előrébb. Gyerünk Coco. Ügyesen. Team up már elérhető, úgyhogy szerintem itt ezt a kanyart még. Oké. Most már beindítjuk, lőjünk. Szerencsé, hogy megvédett minket az a... Megvédett minket az egyik power-up. Attól a rakétától. Ott láttam, volt, be lehetett kapcsolni valamilyen eszközt, ami elkapta a szegény Cocót. De hát még megvan neki a harmadik hely. Nekem viszont... igen, már nincs meg. Az első hely se a második, hanem lekerültem így a harmadikra, nem baj, csapat összetartó ereje majd segít. Nitrous Oxide előre került. Dingo nagyon nyomja ezt a pályát. Ügyes, ügyes. De ezt megváltoztatjuk mindjárt. Utolsó kör. Én mindig nem biztos, hogy a win. Remélem össze fog jönni, hát már csak előtt kellene. Hát már megint ez a... Ezek a rakéták nagyon bosszantóak, mert már... Ne jó, egyet-kettőt még elviselek, de ez már hanyadik volt pályán belül. Jó. Hó. Jó. Victory is mine, mondja. Oxide, nem hagyjuk neki. Ott van az a felkiáltó, és az elviszik. Ő bekapcsolta és elvitte saját magát. Érdemes volt összetörni azt a dobozt. Hát nem. Tornádó. Hát ezt sajnos nem tudtuk kihasználni. Az pedig nagyon erős power-up, mert végig megy az egész brigádon. Hogyha hátul vagyok, akkor mondjuk a hetedik, akkor a hatodik, ötödik, negyedik, harmadik, második és első helyt is eléri és elkapja. Úgyhogy, az tényleg jó. Habár, nem itt a pálya vége, bár csak... De itt az utolsó kanyar, reméljük akkor Nitrous Oxide. Oké, nem helyett utol, és hova tűnt? Ja, ötödik Coco. Na nem baj! Oké, megvan a tizedik trófea is, nézzük a következő pálya merre lesz. Na az érdekes. Így bizony. Oké, már is látom. Fejjel lefelé megérkeztünk ide, az Android Alley-re. Na érkeztem Crunch-a. Az Android ösvényre. Tényleg itt ki van alakítva egy kis ösvény. Na nézzük, hogy... sikerül ezt teljesíteni. Teljesen... Wow! Aha! Ez az ösvény akkor egy... egy vonat. És ez eddig tartott. Oké, na hát. Jó, nyílt pálya. Ezt tetszik, itt akkor jósokat lehet majd így boostolni egymás után. Hát ez össze-vissza kanyarodik, már sem tudom melyik a felülre, meg melyik az alja. Ez tényleg elég kemény pálya. Ott le lehet esni itt jobb oldalt.
amúgy látom. Itt óvatosan a csúszkálásokkal. De azért kellene csinálni, mert entrance az nem hagyja az első helyet. Itt egy éles kanyar. Meg a másik irányba. Túlságosan hamar fékeztem. Nem baj, legalább összejövünk crash-el itt. Az meg mi? Kis robotocska. Ott volt. Na mi történt entrance-el? Leesett? Na elküldjük megint, hogyha hozzá tudok érni ezzel a gömbbel. Gyerünk át. Ott a... azt a keresztöset kellett volna elkapni. Ja, és ennyi volt a pály. Nem rossz. Elég jó volt. Na, menjünk akkor. Így a falon keresztül mindenit. ez így nem lesz jó. Ott a vonat. Nem, közelében nem érdemes menni, úgy látom. Ez így tényleg nem lesz jó. Az elején milyen kis lazán első helyen voltam. Most meg már végem van. Jó. Ez az első hosszú kanyar, ez nagyon jó. Tényleg lehet boostolni, el tudtam egészen a 8-asig jutni. Ó, az mi jó. De biztos crash lejött egy ágyugolyót és akú megvédett. Köszi. Na és egy ágyút küldök oda. Á, mellett éppen elment. Közel volt, pedig hozzá úgy látta. A Cortex se hagyja magát. Itt lesz ez a két kanyar. Egyet. Így, egyet így. Úgy. Most fordulok megint másik irányba. Jó van. Csak kialakul már második körre. Ho! Oh, leesett entrance. Küldtem neki egy rakétát, azt mondta, engem nem találsz el, inkább leugrok. És itt a vége. Mármint a második körnek, mert még van még egy kör. Hó, egyre hosszabbak a pályák, ez már 1 perc. 17-12 másodperc. Alatt teljesítettem őket. Mindig ilyen ez a vonat. Hát most nem találkoztam vele, mert hamarabb érkeztem. Na jó, nyomjunk 3 boostot. Így. Megint 3-at. 1, 2, 3. A 7. Úgy, és 8. Ez pedig már nem élem el a 9-es ezen. Semmi baj. Ez nem probléma. Minél több, annál jobb, de nem fogok megsérdődni. Nézzük mögöttünk. Azért jönnek, hát. Crash a második helyen van. Az mondjuk jó, de entrance, már leelőzte. Na jó, akkor itt kell jól bevenni a kanyarokat. Most nem olyan csúszkálok inkább. Team mapot bekapcsolom. Nem már. Pont a végén! Rontom el. Itt van mögöttem. Ja, nem, nincs olyan közel. Jó. Oké, itt ez pedig az utolsó ugrás. Így, és beérkeztünk. Megvan a trófea. És pont elített a dolgot. Na menjünk, gyűjtsük össze akkor az utolsó trófeát, ahol itt is van a pálya, ahogy látom. Ez az Electron Avenue. Érkeztem Kokóval, volt, ez hasonlít az előző pályára, vagy csak a padlózata inkább. Oké. Igen, csak a padlózata. Ez micsoda kezdés volt már. Jó, adjatok nekem is egy dobozt, jó? Mi van benne? Bum, ezzel megálltunk mindenkit. Itt mi a helyzet? Ja, másik oldal, turbo? Aha, értem. Ja. Ott pedig a turbopad változik, hogy hol van. De hol van. Hát nem mondjuk valami elől. Crunch mondjuk az második, úgyhogy ja, szedjük össze magunkat. És érjük utol. Utána pedig majd a frenzit használva. Ó, hát ő is. Ha, eddig bírta. Úgy látom, már nincs az első négyben. Ja, itt van mellettem, még mindig. Oké, akkor ott középen lehet nem érdemes menni, hanem itt szélen ugrál. Így. Aha, igen. Veszélyes, hogyha ott középen megyünk, mert ott elég durván megállítanak. Wow! Hát ez a pályák, ezek már itt a végén teljesen fejforgatóak, lehet ilyet mondani. Na jó. Na, pont oda lögtem neki egy TNT-t, na robbanj egy nagyot. Ahol elég te? Ennyi. Ezt nem hagyjuk. Már is mondjuk fordulok itt egyet-kettét. És... most mehetek középen, igaz? Nem. Az egyiket ki tudtam kerülni, másikat nem, sajnos. És ennyi volt a pálya. Tehát... annyi, hanem, de ez másfél perc volt. Tényleg hosszú. Na jó van, 6. hely. Hát ez nem úgy jön össze, ahogy én szeretném.
egy team up-ot akkor nyomok, hogy adja a power up-okat. Na ott a tornádó, az most elkap mindenkit, aki előttem volt. Hát eddig negyedik helyre jutottam előre. Jó, oké. Okay. Még mindig a tornádó, megy, hogy ezt kiküldte. Aha, harmadik hely. Még ott van, aha, jó, elkaptuk. Ott volt Oxide, ha jól láttam. Ez az. Jó, most menjünk inkább szélen. Crunch oldalt leesett, nem tudom minek. Ó, oh, ne! Túlságosan. Nagyon néha, nagyon belejövök ebben a mai bózásokba. Elszalad velem a ló, ha lehet ilyet mondani. Mi a helyzet? Engine az első. Hát hol küldjek én neki egy rakétát, ugyanis kapja. Nagyon előre ment. Kis térképet nézem, de... Hát mondjuk... Elég nehéz leolvasni, hogy most merre az arra. Na jó. Csak versenyezzek hibátlanul és csak utolére. Ja, ott van. Oké. Okay. Jött aku, maszk. És itt az utolsó kör. Na gyerünk akkor. Hú, ott hatalmas zuhanás van. Kíváncsi leszek a relikviánál, tényleg ott lesz-e. Egy team up-ot indítsunk. Más után power up-ok, mert sokat segít. Viszont az nem vagyok benne kimente. De egy rakétával eltaláltam, ahogy láttam. Mert ott ugrándozott. Valami sebzést okoztam neki. Ó, itt mögöttem! Oxide! Mit keres itt? Akkor neki oda ledobok egy ilyet. Hát, ha belemegy. Hát, ahogy hallom, nem ment neki. Na itt... Nem szabad középen menni. Oké. Még egy. Átment. Hát... Nem kapok olyan power-upot, amivel meg tudnám állítani engine-t pedig. Na itt van Crunch velem. Gyerünk, töltsük fel azt a métert ott. Ó, ez az. Ott lelassult. Gyere csak ide, kapsz egy rakétát. Na, hát az a rakéta ott vagyok mögött, tehát nem igaz. Na jól van, sikerült leelőzni, de még nincs vége. Na itt ugorjuk át ezt az akadályt, vagy inkább akadályokat, így. És itt a vége. Hú. Crunch lett a második, ahogy látom, úgyhogy ja, még el is le tudta elézni engine-t. So you know, very few racers have ever won all 12 trophies. Yes, they deserve it. But now, they must face my finest racer. Geary, champion of Techni. The pinnacle of robotics. Isn't that right, Geary? Only a robot can achieve perfection in motion. I will demolish it! Oh, what a mess! Can't have that thing, can now, where was I? Na meg vagyunk, megvan az összes trófea, és most már ki lehet hívni a Techninek a bajnokát, aki nem más, mint Geary. Szóval vele fogunk megküzdeni a következő videóban.